A bemutatott trükkök első osztályúak, a pálya már kevésbé. A nyírségi kerékpáros ese két éve üzemelteti a kertvárosi street parkot, ahol BMX-esek, gördeszkások gyakorolhatnak és versenyezhetnek egymással. A létesítmény népszerű a fiatalok körében, viszont felújításra szorul. A 6,3 millió forintos támogatásnak köszönhetően először a pálya burkolata újul meg, de az üzemeltetőnek vannak tervei a pálya befedésével kapcsolatban is. Mivel nem fedett a pálya, így az időjárásnak eléggé ki van téve. Tehát amikor versenyeket szervezünk, azért is kell tartani esőnapot, például kell halasztani. Hogyha jó az idő, akkor itt elég komoly jelez zajlik. Tehát 15-20-25 srác az folyamatosan itt edz, napi szinten, illetve megpróbáltuk a parkot olyanná tenni, hogy a családtagok, a szülők is ugye le tudjanak ülni, el tudjanak fogyasztani egy kávét vagy egy üdítőt, és tudják nézni ugye a kisebbeknél, ugye a csemetéknél a fejlődést, illetve a nagyobb srácok azok pedig gyakorlatilag van, amikor sátraznak itt este. Réteg sportnak számít, de a népszerűsége az magas. A veszélyessége az pedig veszélyesnek mondható, de hogy mondjam, a kezdők azok úgysem mennek neki nehéz gyakorlatoknak, tehát ez olyan dolog, mint a rúdugrás, hogy nem mindenki 6 méteren kezd. Illetve nekem itt az edzéseket a kicsiknek az Újvári Zolika tartja, akinek a kezébe profi helyen vannak a srácok. Ő ugye nemzetközi szinten versenyez, tavaly Spanyolországban elég komoly eredményeket is ért el. Ugye a magyar csapatnál ő elég komoly kvóta szerzőnek számít, és ő edzi. Ő foglalkozik a picikkel, úgyhogy ő figyel rájuk. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy a kerékpározás az egyik legnépszerű sportág, az extrém szakágok pedig már az olimpiai programban is helyet követeltek maguknak. Nagyon fontos, hogy ez egy új generációs sportág, és amely sportágak használják ezt a pályát, ahol most vagyunk, azok mind-mind extrém sportágakból indultak, és lám-lám most már olimpiai sportágakká növik ki magukat. Éppen ezért nekünk is haladni kell a korral, és kiszolgálni a fiatalokat, a kerékpár sportág képviselőit, hiszen a kerékpár maga a világ legnépszerűbb sportágához tartozik. Ennek vannak szakágai, például a BMX, ahol most láthattunk bemutatókat is. Nagyon fontos, hogy olyan pályán edzenek, ami biztonságos, ami korszerű, ami, hogyha versenyt szeretnénk rendezni, akkor azt is lehessen rajta. Jöjjenek ide a környék fiataljai, vagy akár az országból is. Nekünk itt Nyíregyházán van a legnagyobb pályánk az országban. Ezt nagyon fontos, hogy fejlesszük, építsük tovább, és ezáltal is fogunk tudni segíteni a fiataloknak. Egyrészt, hogy kipróbálhassák magukat ebben a szakágban is, másrészt pedig, hogy legyenek élsportolóink, akár olimpikonjaink is, hiszen mindannyian nagyon büszkék leszünk rájuk, hogyha egy-egy nemzetközi eseményen képviselik a hazájukat, illetve a városukat. Idén a tervek szerint 4 versenyből álló sorozaton mérhetik majd össze tudásukat Nyíregyházán a legjobb hazai BMX-esek. Egy támogatónak köszönhetően pedig sporteszközökkel és biztonsági felszerelésekkel gazdagodott a létesítmény eszközparkja.